Jól szervezettebb, gördülékenyebb a terhes gondozás tavalytól a József András Oktatókórházban. Nincsenek felesleges vizsgálatok, várakozás. Ha nincs a kismamának semmilyen betegsége vagy egészségügyi problémája a terhesség alatt, akkor a szülésznő is elvégezheti az alapvető vizsgálatokat, ellenőrzéseket. Mint ismert, tavaly júliustól lépett életbe az a rendelet, amely lehetővé teszi, hogy a szülésznők is végezhetik a terhes gondozást, ha a szakorvos megállapítja, hogy alacsony rizikójú a várandóság. Szerintelenségnék azt mondom, hogy talán az országban úgymond az a várandós gondozási rendszer, amit a minisztériumi rendelet előírt, talán nálunk működik egyedül az országban. Ez viszont nagyon jó. Jól fel vannak készítve mind a védőnők, szülésznőink lassan most már százas nagyságrendben gondozzák a szülőnőket. Tehát van olyan terhesünk, várandósunk, akit csak úgy gondozza a szülésznő, hogy orvosok akkor látja, valamilyen probléma van vele, és meg vannak ezzel elégedve. Abban az esetben, ha valamilyen krónikus betegsége van az anyukának, vagy rizikóterhes, a szakorvos végzi a kötelező és szükséges vizsgálatokat, ellenőrzi, nyomon követi a kismama és a magzat állapotát. Egész Európában példaértékű a magyarországi terhes gondozás és a védőnői szaktanácsadás.